Üdvözlet mindenkinek az infobubble.hu weboldalon, ezúttal a New Yorki Divat Hétről lesz szó. Mi az, amit megtudhatunk a világ jelenlegi állásáról? Mi ennek a tanulsága? Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok. Infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Az világos, gondolom, hogy az egészet nem fogjuk tudni átnézni, csak a legérdekesebb dolgokat, legalábbis azokat, amelyeket én jelzésértékűnek vettem, azonban talán legjobb, ha azzal kezdjük, hogy a, a divat, ipar ág az egyáltalán nem játék, ez egy 1000 milliárd dolláros üzlet 2023-ban, majdnem egy trilliárd dollárról van szó éves szinten, a növekedési rátája pedig 10 ebből kikövetkeztethetjük az, hogy 2027-re ez az egy trilliárd, ez 1,4 trilliárd, vagy 1440 milliárd dollár lesz pontosan éves szinten. Kína a legnagyobb piaca ennek. Ez egyébként statista.com, hogyha valaki szeretne utána nézni ennek. Ha megyünk tovább, akkor láthatjuk azt, hogy az átlagos fogyasztó az olyan 370 dollár költ évente, nagyjából szerintem ez olyan 100-130 ezer forint között mozog, illetve a penetrációja ennek a piacnak 35 tehát minden harmadik ember részt vesz ebben valamilyen formában a világon, ami eléggé elképesztő, hogyha szeretnénk látni ezt egy grafikonon, akkor a növekedés az nagyjából így fejezhető ki. Láthatjuk azt a 10%-ot éves szinten 2017-ről, 10 év alatt 2027-re meg háromszorozódik a bevétel. Ez egy hatalmas, haszonnal kecsegtető üzlet egyébként is, hiszen távol keleten, Ázsiában többnyire megcsináltatják fillérekből ezt a sok szemetet, amit aztán eladnak a sznoboknak itt Európában, és akkor abból, meg, meg Észak-Amerikában, vagy a fejlett világban, abból lesznek aztán ilyen dolgok, mint ez a malacfejű akármi. Bár ez nem is malac, az pekari az a dolog, hogy jól értelmezem, de a füle az malac. Jó, kezdjük is el, akkor az egyik dolog, amit én észrevettem, és ezt azt hiszem, hogy meg is osztottam már, korábban ezt a gondolatot az, az emberiségnek ez a vonzódása, valamint ez a beteges, pervers vonzódása az állat-ember hibridek felé. És szerintem a filmeknek nagy, nagyban köszönhető az, hogy, hogy ez kialakulóban van, és még annyit hozzátennék, hogy mindezek a trendek a fiatalabb generációkat érintik jobban. Tehát az elkorcsosulás az egyértelmű, ahogyan haladunk a fiatalabb generációk felé. Azért van ez, mert az idősebbeket nehezebb befolyásolni, kialakulnak a szokásaik, a gondolataik, az ideológiájuk, és onnantól kezdve már nehezebb hatni arra. De ahogyan megyünk egyre lejjebb, különösen ha vesszük az internetet, illetve azt, hogy milyen sok időt tölt el a fiatalabb generáció az interneten különböző elektronikus eszközökön, akkor azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy hogyan is jutunk el idáig. Minél több időt tölt el valaki az interneten, szerintem a TikTok, Instagram, az, ami specifikusan erre szakosodott, vagy akár a Snapchat, hogy ezeket az információkat és ideológiákat terjessze, annál inkább befolyásolja az elméjét majd ez. Én látok persze mindenféle korosztályt megőrülni, nem azt akarom mondani, hogy csak a, a 20-as évek, fiatalabbakról van szó, de ők azok, akiket kifejezetten ez szerintem roncsol, mivel még az elméjük, az agyuk az talán megőrzött valamennyi plasticitást, amit később ugye az ember már elvesz, elveszít, úgy, mint hogy alakul, vagy, vagy tud változni. Hogyha pedig esetleg még a fiatalabb generációkat nézzük, akkor még nagyobb a probléma, hiszen nekik még nincs is kialakult elgondolásuk arról, hogy a világ hogyan is működik, mi a jó, mi a rossz, mi az, ami elfogadható, mi az, ami nem. Egy gyerek nem tudja eldönteni, hogy hol kezdődik az, ami normális, ami helyes, ami egészséges, ami jó, és hol, ami már, már beteges, aberrált, vagy, vagy rossznak tekinthető. Most nyilván még azzal a problémával is szembenézünk, hogy lassan már a felnőttek sem tudják, hogy hol kezdődik, vagy hol vannak ezek a határok. Ugyanis a propaganda az annyira sikeres, hogy mostanra azt én úgy hiszem, hogy az embereknek a nagy része az azon az állásponton van, hogy nincsen is jó és rossz, hanem mindenki csak eldönteti magának, és akkor persze ez az eredménye annak. Szóval az egyik dolog, ami. Ez, a, ez az őrület hogy ember-állat hibridek jönnek létre és valahogy mi ezt akarjuk és szeretjük meggyőződésem, hogy az egyik oka ennek az hogy ez valamiféle speciális képességekkel jár természet feletti ember feletti hatalommal és az embernek olyan kicsi kontrollja van az élete fölött mindaz, ami körülvesz minket az úgy tűnik, hogy összeesküdött ellenünk és szinte semmit nem tudunk hatással lenni a világra. Most ezt ez el kell fogadnia már mindenkinek, hogy ez így van. Akár csak az energiaárak, üzemanyagár, infláció, a környezet, ami történik körülöttünk, a, a törvényhozás, hogy egyre kevesebb joga van az embernek. Ezek annyira a kontrollt elveszik tőlünk, hogy talán vágyik mindenki arra, hogy valahogy erőt szerezzen és, és ez ehhez az erőhöz hozzásegítik, ezek a félig állat, félig ember dolgok, hisz az egy különleges valami, ami, ami ember feletti, természet feletti, olykor legyőzhetetlen. De egyébként ez nem itt kezdődött el a XXI. A században, hiszen mitológia tele van ezekkel a, az alakokkal, de én azt hiszem, hogy ez az egyik dolog. Nyilván az ellenség az, aki a háttérből ezt az egészet manipulálja, és... Ezért hát láthatjuk azt is például, amit ezeken a képeken egyértelműen észre lehet venni, hogy hogyan is mosódik el a határvonal nemcsak a jó és a rossz között, hanem most már olyan eddig egyértelműnek gondolt kategóriák között, mint például a férfi és a nő. Mostanra már majdhogy nem csak bűn azt állítani, hogy valaki férfi vagy nő, vagy ez férfias, vagy, vagy nőies, és a divat, ...nak a keze benne van idézőjelben ebben a változásban. És akkor a végső probléma ezzel az, hogy nem is tudjuk azt, hogy mi az, amit nézünk, vagy látunk most már. Persze mondhatjuk azt, hogy művészet, de hogyha ha a művészet ez, akkor felmerül a kérdés, hogy mi a szemét, vagy... És ez egy másik olyan kategória csoportok, amelyek szintén elmosódnak hogy ha, ha, ezt valamiféle magasabb rendű képzőművészetnek tartjuk, vagy emberi alkotásnak, akkor hol, hol, mi a szemét? Mert úgy gondolná az ember, hogy például ez, vagy majd nem csak mind, amit eddig láttunk, az, az nem sokkal korábban időben, néhány évtizedek a szemétnek minősült volna ez, az emberek csak kidobálták volna, ráadásul még valahogy olyan ízléstelen is az egész. És azt gondolom, hogy az ellenségnek könnyű dolga van, hiszen ahogyan a társadalom csúszik lefelé ezen a lejtőn, úgy felgyorsulnak az események, és ahogyan minden folyamat konvergál szépen egy pontba, ami lesz majd a jelenlegi társadalom összeomlása, úgy egyre súlyosabb és súlyosabb problémák merülnek fel, és egyre nagyobb lesz a kontraszt, a, a normális illetve az aberrált és az, az új normál között, amit láthatunk például a New Yorki héten is. Michael Kors így fogalmazza meg ezen a héten bemutatott kollekciójának a filozófiáját, amit egyébként az újjászületésnek szentelt ő. Azt hiszem, mondja, mindannyian készen állunk arra, hogy a szerelem egyszerű, erőteljes örömeire összpontosítjunk, a romantikus szerelemre, az egymás iránti szerelemre, a minket fenntartó helyek iránti szerelemre, ami az én esetemben New York. Különös izgalommal tölt el a város és a divatipar rugalmasságát újjászületését ünnepelni egy élő, kifutó sóval. Ha csak egy pillanatra elugrunk a Bibliához, akkor Saul vagy Pál az apostol Timóteushoz írt második levelében, a hármas fejezetben erről a korszakról, amelyben élünk, úgy írt, hogy tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. És ez a nehéz, ez ez esetben valami, ami gyötrelmes, ami fárasztó, de egyébként kellemetlen, vagy pedig terhes. Sőt, lehet akár ártalmas, veszélyes, vagy pedig kegyetlen. Én biztos vagyok benne, hogy valami ilyesmire gondolt, még akkor is, hogyha ha esetleg nem tudta azt elképzelni, hogy a, a világ idáig süllyed. Bár nem hiszem, hogy a, a görög-római birodalom az sokkal nagyszerűbb lett volna erkölcsileg így a vége mint a miénk. De ez egy másik dolog, amit, amit szintén ki kell hangsúlyoznom újra, hogy amikor eléri egy birodalom a jólétnek azt a fokát, mikor az embernek nem kell aggódnia a létfenntartása miatt, ahol mi vagyunk. Mert bár úgy tűnik, hogy milyen nehéz az életünk, de a léte miatt senkinek nem kell aggódnia. Amikor elérjük ezt a szintet, onnantól kezdve szükség van valamilyen magasabb rendű eh, hierarchiára, értékrendszerre, ami vezérli az embernek az életét, ha nem, akkor az, ez a dekadencia fog kialakulni, ami, ami, amiben mi is részt veszünk. Amikor az elkölcs teljes mértékben összeomlik, és minden játszik, a lényeg az, amiről beszélt itt, és össze is foglalta. Hogy a, a szerelem, a szerelem, amiről ő beszél, ez vágy. Nem az a szeretet, amire a többség gondol. Ez a vágy, hogy megszerezni valamit. Ez a lényegében, amit itt ír ő, ez a carpe diem. Amit, ami az egymás iránti szerelem, a, a helyek szeretete, New York szeretete, egyfajta felületes, primitív érzés. Azért, mert az ember nem talál más, amivel ki tudná tölteni az életét. Hogyha nincs az embernek valamilyen magasabb rendű érték, vagy értékek, amik vezérlik, meg erények, akkor sajnos vissza fog erre a primitív szintre, ahol azt gondolja, hogy ez, amit például most látunk, ez valamiféle művészet. Erre a sorsa jutott az összes birodalom. Ha valaki csak megnézi a, a Bibliát, hogy az hogyan fogalmaz, akkor láthatja azt, hogy mi lett a vége ezeknek, mint a babiloni birodalom, vagy Egyiptom előtte, utána később a mét perzsa, görög-római, akármelyik. A könyvekből is tudhatjuk azt. A végére az emberek már nem tudnak, mit csinálni a jóléttel. És azt gondoljuk, hogy a feladat az lenne, hogy kialakítsunk magunknak egy életet, ahol nem kell dolgozni, ahol gondtalanul, Tengedhetjük a mindennapjainkat, és közben az ellentéte az igaz. Az ember az egy organikus munkagép. Arra lett teremteve, hogy gondozza a Földet, és jobbá tegye azt, hogy ott abból kialakítson valamit, hogy uralkodjon rajta olyan értelemben, ahogyan az ember gondoskodik arról, ami rá van bízva, akár az élőlényekről, akár pedig a Földterületről. Nem arra lett teremte, hogy ezeket az ökörségeket nézze, meg fényképezze magát az interneten. És ez a legnagyobb probléma. Mikor, ez egyértelmű szerintem ezekből a képekből, mikor az embernek úgy is mondják, hogy jó dolgában már nem tud mi, mihez kezdeni. Azt akarja nekem valaki mondani. És most itt különösen az ateistákra euh, célzok, meg azokra, akik nem hisznek, vagy a Bibliát nevetségesnek tartják, hogy ez az értékrend az, amit ők képviselnek. A világ ő belőlük áll. Azokból az emberekből, akik nem hisznek semmiben, és önmagukat helyezik a legelső helyre. Ha valaki akarja megvédeni az álláspontját, én nagyon szívesen leülök bárkivel, de egyszerűen szinte lehetetlen találni embert, aki hajlandó lenne erre. Azért, mert nem tudja megtárkolni senki, hogy az értékrendszer, amit az ember kialakít magának, az egy ilyen degenerált, primitív világot eredményez. Kell, hogy legyen egy morális kódex, egy erkölcsi szint, amit meghatározunk, amitől nem tudunk és nem akarunk azután eltérni, és ezt csak és kizárólag a világnak az alkotója tudja meghozni, és létre, életre hívni ezt az erkölcsi rendszert, és ő meg is tette ezt. Ha nem ragaszkodunk hozzá, akkor ez lesz belőle, hogy azt se fogjuk tudni, hogy fiú -e vagy lány az ember. És erre is van egy mondás, hogy azt se tudja, hogy fiú -e vagy lány. Ami szintén arra utal, hogy az ember annyira el van már merülve, a saját ökörségeiben, hogy egyszerűen nem tudja, hogy milyen nemű, pedig az olyannyira eszenciális része a saját identitásának vagy személyiségének. Visszatérünk Michael Korshoz egy pillanatra, ez a kollekció tisztelgése mindannak, amit a tavaszban szeretek a városban, az energiát, az emberek keveredését, a romantikát és a laza csillogást. Hát hogyha van sekély, meg felületes élvezet, akkor ezek azok. Ezek a semmit mondó dolgok, amikre nem is kellene, hogy figyeljen az ember, hisz nincs ideje rá. De épp ez az, hogy túlságosan nagy a jólét, és az ember nem tud már mit kezdeni magával. Ezért folyamodik ezekhez a primitív eszközökhöz, meg süllyed le erre a szintre. Hogyha valaki úgy érzi, hogy, hogy ez fáj, amiről szó van, én nagyon sajnálom, és nem a cél az, hogy, hogy ezeket az embereket gonosznak, vagy, vagy primitívnek tüntessen fel, de a viselkedés az akkor is az, hogyha valaki azt abban látja az önmegvalósítást, hogy hogyan öltözik fel, hogy milyen ruhát visel, attól nehéz sekélyebb személyiséget találni. Még akkor is, hogyha esetleg ez nem jellemző az egészére az ember karakterének, de, de az nem lehet, az élet célom, hogy én én jól nézzek ki, és hogy mit gondolnak rólam az emberek, hogy milyen ruhában vagyok felöltözve. Természetes, hogy szükség van arra, hogy valamiféleképpen prezentálja magát az ember bizonyos keretek között, de, de hogy arra tegyem fel az életemet, hogy fényképezze magam az Instagramon, meg a TikTokon, táncoljak, hogy hogy nézek ki, és hány ember fog, fog lájkolni, like az egyszerűen csak nem tud annál lejjebb süllyedni az ember. De hogy visszatérjünk pár leverére, ezt is mondja, hogy az utolsó időkben ezek a nehéz idők, amelyek keservesek, fárasztók, terhesek azok számára, akik szeretik a teremtőt, azokban az emberek magukat szeretők lesznek kérkedők lesznek és kevélyek. Hát mi a New Yorki divat hét, hogyha nem a kérkedésnek az ünnepe, a dicsekvésnek, annak, hogy hogy nézek ki, ez mindaz, amit a Teremtő utál. Ugyanúgy utál, mint minden más jóérzésű ember. Nem azokat az embereket feltétlenül mondom, hogy én utálom, mert egyáltalán nincs bennem utálat azon emberek felé, akik itt megjelennek. Sajnálom őket. Nem azért, mert én olyan nagyszerű vagyok és a magas lóról tudok beszélni, hanem azért, mert megértette velem az Atya, hogy mindez mulandó hogy ez, ez, csak, ez a múlt már most, ez el fog tűnni hamarosan, senki nem fog emlékezni arra, hogy hogy nézett ki Paris Hilton, vagy bárki, akár közülünk a senki házia közül. A minden Instagram képünk, meg mindenünk el fog tűnni úgy nyomtalanul, mintha sose létezett volna. Ennek ellenére mi ekkora energiákat fektetünk bele, hát akkor mi az igazi hiába valóság, hogyha nem ez? Ez a definíciója a hiába valóságnak valami olyasmit csinálni, aminek semmi értelme nincsen, és hamarosan el fog tűnni. Mindez odáig jutott, hogy ragasztó fették be intim testájaikat egy divat bemutatón. A Black Tape Project lényege, hogy különböző szigszalagokkal szalagokkal díszítik a modelleket. Most értelemszerűen ezt nem tudom megmutatni, meg, meg hogyha valaki küzd bizonyos problémákkal, akkor nem is javaslom, hogy megnézze azt, hogy hogy mi ennek a végeredménye. De el tudja képzelni szerintem mindenki, hogy szigetelő szalaggal leragasztják az embernek a külső nemi szerveit, meg jegyeit, és aztán úgy ő jön-megy a kifutón. Azt akarja nekem mondani valaki, aki támadja a Bibliát, hogy most mi kialakítottunk egy jobb értékrendszert, ami elfogadhatóbb, mint ez az archaikus, primitív könyv, amiben le vannak írva azok a szabályok, amiket az alkotója a világnak meghatározott. Most ez jobb, hogy szalaggal fedjük el az intim testájainkat, és úgy járkálunk a kifutón, és egész világ azt nézi utána, az, interneten, és lájkolgatja, meg a gyerekek ebből tanulják el, hogy mit csinálnak a felnőttek, és azt látják, hogy így nézünk ki, ez normális akkor? De ha már az abnormálisnál tartunk, akkor így készülnek föl ezek az emberek a divatban mutat. Szóval állatoknak vannak maszkírozva, meg mindenféle szörnyszülött hibrid dolgoknak az emberek. És aztán ez az, amit az a többiek néznek ott, és beszélnek róla, mint valamiféle művészeti előadás. Nem fog tudni meggyőzni arról senki, és most fel van gyorsítva, azért ilyen bizarr, de nem fog tudni meggyőzni arról senki, hogy ez normális. Hogy, hogy ezt nekünk el kell fogadnunk úgy, hogy ez csak egy alternatív, hogy ez művészet egyáltalán. Hogy lenne az, ha én csinálnám ezt, akkor kiröhögne mindenki. De csak azért, mert a New Yorki divathéten van, tessék, egy, egy szamár egy hoz egy kocka bálát. H hogy? És, és én vagyok az, aki, aki egy egy ilyen primitív könyvből veszem az erkölcsömet, mert én nem tudom kialakítani magamnak, és ezért én ostoba vagyok. És közben meg azok, akik, akik papolnak nekem erről, azok ezt a világot alakították ki, a nagy, a nagy értékrendjükkel, amit maguknak kitalálnak. Hogy hogy egy szamár fejű ember egy kocka bálával sétál az utcán, és ez művészet. Hát akkor nem fejetet érált a világ, és mindaz, ami eddig jó volt, az rossz lett, az, ami eddig abnormális volt, degenerált, az mostanra elfogadottá vált, akkor nem az lett, hogy a férfi nő, a nő férfi, a sötét világos, a világos sötét, erről írt már több ezer évvel ezelőtt a, a Biblia. És nem azt mondom, hogy nincs helye mondjuk egy tolószékes, vagy akárminek, de a divatot nem úgy képzelni el az ember, hogy egy malacfejű, meg pocokarcú emberek, ki az, aki így öltözik fel az utcán egyáltalán? Ha valaki így öltözik fel, hát a, 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 szerintem 20 évvel ezelőtt bizonyos, hogy elküldték volna legalább valamiféle orvoshoz, hogy, hogy, hogy gondolja át az életét, mert, mert, mert valami félresiklott, és, és nem úgy, nem úgy megy, ahogy, a, ahogy kellene. De aki szeretné, hogy a gyereke így nőjön föl, akkor annak minden esélye megvan rá. Már abban az időben, amennyi még egyáltalán hátra van ebből a világból, hogy, hogy az a gyerek felnőjön. Úgyhogy én azt javaslom minden szülőnek, hogy tiltsál a gyereket mindenhonnan, ami közösségi média. Örökre, ameddig csak tudja. Ne vegyen neki okostelefont, tabletet, semmit, ha nem muszáj. Minden egyes pillanat, amit a gyerek eltölt ebben az álomvilágban, az csak az elméjét fogja pusztítani. Én nem is engedném, hogy mesét nézzen, semmit, ha nem muszáj. Minek? felnőttek, több száz generáció felnőtt az emberiség történelmében úgy, hogy, hogy nem nézett tévét, mégis felnőtt. Ugyanúgy, mint ahogy, ahogy én felnőttem, meg az összes többi ember. Szóval tiltsa el mindentől, meg mindenkitől, aki a világot képviseli. És én tisztában vagyok azzal, hogy ez hogy hangzik, de lássa hát meg mindenki, hogy ez a világ. Szóval ez az alternatíva. Legyen ilyen akkor, nekem az is jó, nekem mindegy. Ha valaki ezt akarja. Ennek az alternatívája az, amit a, a Biblia meghatározott. Ez a kettő út van, nincs -e semmi más. Egy zárszónak, mielőtt kitérnénk arra, ami a lényeg ebben az egészben, amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Nyilván nem úgy értettem, hogy ez a lényeg, ez az egyik lényeg, de a lényeg-lényeg, ami talán egyszerűen csak az ember, hogyha eddig valaki kételkedett volna, hogy probléma van a világban, akkor azt hiszem, hogy, hogy ezután egyszerűen csak nem fog tudni, csak lehetetlen. Ez Rob Sheridan Productions YouTube oldala a New Yorki Divat hétről, hogy most konkrétan ki ez, azt nem tudom, mert egyszerűen csak lehetetlen találni, de Valentine of the Flash, azt hiszem, hogy ez volt a neve, vagy a hús Valentinje, vagy bálintnap, ugye alkalmából. És ez, egy, ez, is egy divat bemutató. Most persze értem, hogy, hogy fel lehet öltözni például mondjuk akár a Halloween-re, így, vagy farsangra, de csak, csak gondoljunk bele abba, csak mindenki egy pillanatra gondolkozzon el, ha tud, azon, hogy mi is az, ami szükséges ahhoz, hogy valaki előálljon egy ilyen ötlettel, hogy, hogy ez elfogadható lesz. Ez, ez nem más, mint a halálnak meg a pusztulásnak az ünnepe. De úgy is hívták, hogy Sátán debütál a New Yorki héten, És ez egy ezek közül, de, de van még számos. Most, ha valaki esetleg érzékenyebb, akkor sajnos későn szóltam, de az kapcsolódjon ki, mert még van négy-öt kép, ami ehhez hasonló. Szóval, azt akarja nekem mondani valaki, hogy az erkölcs, amit sikerült a világnak kidolgozni, magának az embereknek, az valamilyen módon felsőbbrendű ahhoz képest, amit a Biblia megfogalmaz? Mert ha igen, akkor én nem is tudom. Elfogadom, hogy valaki úgy gondolkozik, de egyetérteni nem tudok vele. Az utolsó időkben ezek az emberek, akikről ír Pál, azt mondja, hogy ők lesznek inkább a gyönyörnek, mint Elohimnek a szeretői. A gyönyörnek a kedvelői lesz. Hedoni. Ez a gyönyör, ez Hedoni. Élvezet, gyönyör, gyönyörűség, vagy pedig vágy. Az a vágy, amiről beszélt Michael Kors, mikor azt mondta, hogy ő csak a szere az emberek szeretete, a város szeretete, a mit tudom, milyen illatok szeretete, meg akárminek. Ez a vágy, semmi más, mint a hedonizmus. Ezért mondja azt, hogy eh, hedoné, hogy a, a gyönyörnek a szeretői. Ez a világ ma. És ez azért van, amit mondtam korábban. Mert hogyha az embernek túl jó dolga van, akkor egyszerűen nem tud mit csinálni azzal. Vagy dolgozik, vagy pedig talál magának valamilyen tartalmas szabadidő cselekvést, amivel kitölti az életét. De ha ez nincs meg, hogyha, ha és ehhez hozzájárul a stressz, meg mindez a pro propaganda és programozás, amit látunk az interneten, ha ez nincs meg, akkor ide fogunk süllyedni. Szóval ez az a világ, amit kialakítottak, mindazok, akik elfordultak a Bibliától, kezdve az ateistáktól, az összes többig. És ha valaki meg akarja védeni az álláspontját, de én állok elébe, de ezek után szerintem nem lesz egyszerű. És ez a New Yorki Divathét, ami a, a divatnak, a csúcsa annak a divatnak, ami ezer milliárd dolláros bevételt termel egy évbe. Ez az, amit az emberek szabad idejükben csinálnak, és, és erre azt gondolják, hogy ez valamiféle művészet. Bízom abban, hogy mindenki hasznosnak találta ezt a videót. A célom az volt, mint mindig, hogy Mutassak egy alternatív nézőpontot azoknak, akiket ez még érdekel. Szerintem egyértelmű, hogy a világ az a végéhez közeledik. Ugyanis az, ami most történik, az csak egyszerűen a dekadenciának, meg az erkölcsi degenerációnak egy olyan fokozata, ami nehéz elképzelni, hogy innen van nekünk még visszaút. Meg hát persze, tudván, amit tudok, nincs is. ha valaki nem ért ezzel egyet, én azt is megértem, ha földbe dugja a fejét, azt is megértem, de azok, akik egyet értenek, szerintem jobb, ha elkezdenek felkészülni arra, ami következik. Ennek a világnak vége, és az atya nem fogja már túl sokáig elnézni azt, hogy mi csináljuk ezt az őrületet itt. És amikor az ő türelme elfogy, akkor én nagyon sajnálom azokat, akik a rossz oldalon fognak állni. Szóval készüljünk fel mindenki spirituálisan, mentálisan és fizikálisan arra, ami következik mert az nem lesz egyszerű. Hogyha ebben segítettem, az nagyszerű. Megtaláljátok egyéb videóinkat a Yahoo! útja és infobába, mindenhol, a TikTok, Instagram, Facebook, Youtube, illetve a weboldalon természetesen, ahol mindezekről végtelen információt már megosztottunk az évek során. Én ezt javaslom mindenkinek, köszönöm a figyelmet, hamarosan találkozunk, addig is mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!